Valahol itt. Ja, látom, itt keringes. Bodon. Fabric Softener, Softener, tessék, megint kimondtam. Király. Sziasztok, ebben a videóban Tomival, ki nem mondom még egyszer azt a nevet, Tomival fogunk Bed Wars-t játszani. Így van, sziasztok! Hú, de szégyenlős vagy. Nem tudta, azt hittem még mondasz valamit. Ah, nem, menj, akkor meg volt a beköszönés. Ja. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm szépen. És én is bekommandózok és kiütöm az ágyat. Ah! Mi a franc? A szemét vadállat lelököd. Jaj, jaj, úristen, jaj. Menj innen, csúnya tufi. Meghalt, meghalt, meg annak. Engem is meg akarnak ölni. Nem is tudom, épp hogy kilóg a szeme. Talán leginkább emiatt néz ki hülyén, mert hogy eltakarja a szemét. Tűrhető. Na, akkor magyarázz a kicsit, vagy mi legyen? Hát ez csak harc, vagy... Konkrétan vagy... mit kell? Egyébként nem tudok róla semmit, tehát igen, most addig jutottam, hogy harcolni kell. Igen, megfordulsz, akkor itt ez a srác, és alatta ugye spannolnak ezek a bronzok. És több ilyen pont van. Van bronz, vas és arany lelőhely. Csak a bronzt érjük el instant. A többihez oda kell menni. Először az a feladat, hogy szedünk bronzt innen. Szóval állj oda, és te is farmolj. Mm. És itt ez a falus, és ezzel lehet kereskedni. Bronzzal, vassal, illetve aranyjal. Tehát ugye jobb gomb rá, és akkor ott tudsz vásárolgatni. Aha, látom. Ott van az árak, meg minden. És akkor gyakorlatilag ennyi a játék, hogy igen. Ennyit kell tudni, a többi az gyakorlatilag adja magát. Át kell magad építeni először vashoz, durvább felszerelések, durvább szerszámok, és utána lehet támadni is. Érdemes a saját ágyát bevédeni az embernek. Jó, gyorsabban fog menni, ha már kiismerem magam a boltban. Addig egy kicsit döcögős lesz. És én is bekommandózok és kiütöm az ágyat. Hát azért nehéz, mert ugye figyel mindenki. Hű. Na komoly. Mapot magát nem lehet rombolni, csak azokat a blokkokat, amit ugye a játékos tett le. Aha. Azt hittem, hogy ez ilyen intenzív lesz, hogy, mert hogy harc. Harc az, csak az eleje kicsit nyögvenyelős. Aha. Na, amikor már konkrét hidak vannak kiépítve az aranylelőhelyre, illetve a másik csapathoz, akkor már elég aktív az egész. Arra már csomóan kiléptek, mi a sz... Ó, ez az, nyerésre állunk, igen. Ó, most már tudok lövöldözni. És ilyenkor mi van? Ja, újra jelenek, persze. Jó, leugrottam a semmibe. Nem mondod, hogy elveszítek mindent? De. Keep inventory. Hát van egy érzésem, hogy nem rajtam fog múlni a győzelem. Hú, 22 vas. Bazz! Azt hittem, leesek már megint. Hú. Na, én szerintem tolok egy rohamot. Hú, velem megyek tapasz. Veled, akció. Jó van. De csak így mögötted megyek is, hogyha veszély lesz, azonnal elszállok. Oké. Mondjuk, te tulaj vagy, szóval téged biztos nem mernek megölni. Dehogy nem. Még direkt rám jönnek. Jó, ott a tulaj, nyírjuk már ki.
Ó, lőttek, honnan lőttek? Jaj, jaj, úristen, jaj. Hohű. Hátba támadtak. Épp, hogy kinyírtam. Ó, b***g. Melyik padállat lőtt le? Akkor átestem. Ez fantasztikus volt. Na, mi lett a rohammal? Hát igen. Második felvonás. Na, megyek, megnézem. Mondjuk az előbb is én jártam pórul. Úristen, mi ez a hang? Ez amikor kivitti az ember valakinek az ágyát. Ja. És te voltál, de ügyes vagy. Igen. Ha? Valaki meghalt, itt kidobott 43 aranyat. Aha. Nyírja valamit az embereket rendesen. Kemény. De szerintem vissza is viszem, mielőtt én halok meg. Ott is vannak cuccok. Itt simán. Ó, akkor meg is van a szerepem a csapatban. Én leszek a gyűjtögető. Hát a szebb neve, ugye szoktak mondani olyasmit is, hogy hullafosztogató. Ez jó. És így leszek hasznos tagja a csapatnak. És most mit csinálsz? Ja, itt vagy. Most konkrétan próbálom leijeszteni ezt a srácot. De nagyon tartja ezt az egy pozíciót. Utolsó leheletig. Jön a TNT bárányom, úgyhogy megszívta. Utom vagyok. Fuhu. Úristen, jó beépítette magát. Nagyon durván mondom. Király. Ah, tök ügyes vagy. És nyertünk. Nagyon menők vagyunk. Aha. Csinálhatnátok ilyen kasszokat, tudod, mint a KM Engineer Sniper, én lennék a hullafosztogató. Jaj. Na, igazából a feladat ugyanaz, annyi, hogy itt egyből van vasunk is, és nem csak bronz, és középen a vulkánban van az arany lelőhely. Ez most azt akarja mutatni, hogy felrobban a vulkánot, vagy kitör a láva, vagy mi? Aha. Jó, oké, végül is. Miért nem látszik rajta? De, tehát végül is így kizárásos alapon mi más darabok lennének egy láva fölött, vagy vulkán fölött, szóval ja. Hát ez megnyugtató. Ja, igen. Én vagyok az igazi. Na, így most már biztos elhiszik. Ez így szokott lenni. Jó. Fú, hát már is van út az aranyhoz. Bezony. Ez most egy piros játék, és egy ide. És igen. Igen. Ezt tudják, hogy szívás. Így már az elején kütött az ágyunkat. Bakker, így néztem azt az embert, így... Nézem azt az embert, nézem. Oké. Okay. Úgy sem mered megölni Csabusát, gyere ide, gyere. Ah! Hopp, nem lökött le, nem bírt lelökni. De én nem tudom, hogy fel tudok-e mászni. Oké, megvan. Hát most mi lesz, főnök? Hát nem tudom. Itt vagyok az ellenségnek a szigetén. Ó, megyek, én leszek a felmentő sereg. Mondjuk még azt a
talán az a fegyverem van, hogy, hogy írok a cseten, és akkor rám figyelnek. Végül is. Tessék, tessék, kitaláltam még egy taskot. Taskot, de jó vagyok. Kasztot a hullafosztogatón kívül. A figyelem elterelő, a cseten fog üzengetni az ellenségnek. Na, na, na. Bakker, leestem. Tessék, vidi van, mindenki figyeljen ide. Ah, és most néző vagyok. Még egy taskot, már megint taskot akarok mondani. Kasztot kitaláltam. Direkt meghal, és kémkedik az ellenségről. Így. Nézőmódban. Az így komoly, te ott mit akarsz csinálni? Gyerünk, gyerünk! Szurkolok neked! Hajrá, Tommy! Hajrá! Ökörc! A király felmentősre kátulról. Nincs semmi fegyvered? Belig tudok nézni, ugye? Semmi. HP is alig. Nem. Teljesen nullán vagyok. De hogy így pucéran elindult-e? Hát igen. Kiütötték az ágyunkat, gondoltam, hogy akkor én is elindulok, de... De hát nem sikerült kiütnöm az övékét. Tényleg, hol a... Ja, itt az utolsó kép. Ha-ha! Kemény. Pont láttam. Oh. Hát ezt elbuktuk. Most már nem tűnsz olyan ügyesnek. Köszönöm. Na hát gondolkodom, hogy most mi legyek. Zavaró vagy hullarabló. Te milyen kaszt leszel? Én egy ilyen előre rohanó, egy ilyen pszichopata állat. Aki mindent szétvár. Jó, és közben üvöltözik. Akkor legyen ez a negyedik, a pszichopata állat. De ha kiütik az ágyunkat esetleg, akkor kém leszek. Egy kémkedni fogok, hogy mit csinál az ellenség. Jó, kis. Az ott az ő tornyuk? Nem, középen mindig a izé van. Az arany lelőhely. Én mögöttem van, csak takarva. Aha. Jó, jó, jó. Akkor, megvédem a csapattársaimat. Menj innen, csúnya tufi. Meghalt, meghalt, megadnak. Engem is meg akarnak ölni. Már is viszem a cuccait vissza. Haha. Én vagyok a legjobb hullarabló. Hát olyan ember is kell. Nincs láda. Várjál, itt dobálok ki cuccokat. Hát igen, kommunikációnak a legnehéz, hogy mindenki azt semmit akar, abból semmi jó nem sül ki gyakorlatilag. Aha, csak úgy azt akarom mondani, hogy akkor valaki rámegy arra, hogy olyan cuccokat vesz, nem tudom van-e, ha van, akkor arra rámegy, hogy gyorsabb legyen, gyorsabban fusson, és tényleg azt csinálja, hogy más pedig arra megy el, hogy erőset üssön, kinyílja az ellenfelet, a gyors pedig átszalad a cuccain és behozza ide a bázisra. Mint amit most én fogok csinálni, csak ilyen gyorsító cuccok nélkül. Úgyis jó. Aha, támadjuk a pirosakat. Lőnek is, futás, visszatűnés. De ott van mellette a kék, miért engem lő? Én is amúgy azt néztem, hogy miért engem? Azt nem értettem. Egy vas, én lerakok ide egy ládát, hogy legyen hová pakolni, mert akarom magammal vinni az aranyat. Ja, az is kéne. Leraktam egy ládát. Király. Oda fogom gyűjteni a... ami kiesik a hullából. Csinált magának lőrést. Nem mondod, hogy meghaltál. Lelőtt az állat. Megannak, visszám a cuccaidat. Ja, itt is vagy. Jó, akkor kidobálom. Ah, megmentőm. Hogy kell ez Shift Q, nem? Ah, itt kihúzom.
Sárkány esetleg akad? Ja, az is van. Hova tinti? Mögötted. Oda ledobom a szakadékba, jó lesz? Tökéletes, megköszönném. Köszönöm. De ott van a kék is idelő. Igen, nem értem, hogy... Megpróbálok oda sprintelni. Megy oda a kék, kiüthetnéd a tényleg. És nem üti ki, látod? Lehet mindenki kékkelem. Ez csapatárulás. Na, ott van. Oh, na. De mi mindig lő? Megölték a kéket? Oh. Nem tudom. Engem igen. Az előbb ott volt a piros mellett, aki lövöldözött. Kemény. Nem tudnak lelökni. Csak keménybe. Jön, vigyázz! Basszus! Lelökött, basszus. Le. Franc, ugye meg. Igen, meg lekardolt. Ezt nem láttad, mi? Most jövök ide-vissza. Úgy adtam meg az egyik csávót, tehány voltam, hogy meghalt itt a szélén, és a hullája az lerepült a szakadékba, tehát a tárgyakat még kidobta. Na, az úgy menő. De most inkább visszaszaladok, mert te vagyok cuccokkal. Aha. Kira, megvan. Kemény. Jaj, beestem a mi lyukba. És nem lehet kijönni. Nincs nálad blokk. Meg csákány se. De tudom kézzel kijutni. Akkor talán ki tudom magam ásni. Lassan. Király. És megint nyertünk. Ebből is látszik, hogy milyen ügyes hullafosztogató vagyok. Így van. És... És akkor menjünk zöldbe, mondjuk. Oké. Okay. Ja, bent vagyunk, király. Ez egy jó menet, nekik érkezik. Három fullos csapat. Ja. Ez itt tökéletes lesz. Azt mondja, milyen a szerver tulajának lenni. Fantasztikus. Ilyen kérdéssel aludtam még pályafutásom során. Milyen érzés, amikor így reggel fölkelsz, és akkor így tudatosul benned, hogy hú, ma is én vagyok a szerver tulaja. És még hova lepés? Elég érzés amúgy. Főleg, hogyha hülyére keresnéd vele magad, mi? Hát akkor biztos jobb lenne. Meg így jönnének a csajok, így két oldalt vezetnéd, ő a szerver tulaja. Hát meg így Bugatti, meg minden. Csajok. Luxus villa. Hát egyébként kb. Úgy kérdeztem, mint hogyha... ezzel nem járna. Úgy igen. Van nálam egy kis vas. Még jó, nem a vas, érted? Aj. Száj volt. A francba. Most szereztem még friss. Lövöldözgetem a sárgákat. Simán oda mennék így, de... rövid vége lenne. Hopp.
pizza a piros ágyat kiütötte. Hopp, lelögtem egy sárgát, ha-ha-ha. Hoho, még egy sniper. Hát, hogy gyere a sárgákhoz, itt vagyok a hídon, és lögdösem le, aki jön. Próbálok hazajutni. Sok arany van nálam. De hát, ez így elég nehéz. Oké. Nem tudnak átjönni a hídon, már kettőt lelögtem. Mindjárt van sniper. Jaj! Jó vagyok. Csak szép lassan elfogy a életem. Na, még egy sárga próbálkozó. Látom, ott ugrál. Ó, építünk. Ez annyira szemetség, hogy sarokba szorítottam őket. Ah, te tudod ütni. Eddig bírtam. És nem jöttél. Jaj, ne haragudj, cserben hagytalak. Tudod, mikor játszok veled legközelebb. Én francban. Na, ez jó volt. Simán megcsinálom újra. Ja, csak siessek vissza, mi? Ez te vagy itt? Érted? Itt vagyok a tulipánnál. Aha. Na, szóval itt volt a májbúvé, és lögdöstem le őket, vagy négyet lelögtem. Nem bírtak jönni. Csak előre menni nem nagyon tudok. Basszus, ezek lőlejtik. Aha. Szóval ezt meg tudom állítani, hogy kijöjjenek. Közben a másik irányban meg ott építkezik a csávó. Figyeled? Bal oldal. Aha, nem hülyék. Micsoda? Hát nem hülyék. Ez kié volt? Kékek. Itt van egy. Mi a franc? A szemétvadállat lelökött. Ez milyen színű volt? Nem tudom. Mindjárt megnézzük. Nora 30, az sárga. Kár, hogy a chaten nem színezi a nevét. Ja, amúgy az olcsó lenne még. Azt mondja, Csabus a kopi. Majd, mikor kiteszed a videót, majd leesik az állam. Úristen, és vele játszottam. Hogy merted azt mondani Csapusának, hogy kopi? Zöld vagyok, nehogy megüssem a zöldeket, oké. Okay. Helyben vagyok. Ah, szerencsére nincsen friendly fire, úgymond. Úgyhogy nem para. Csak még gondolatban így filóztam rajta, hogy olyan jó helyen áll, úgy le tudnám onnan lökni, de ez zöld, oké. Okay. Most milyen a sárgákkal? A sárgáknak sincs ágya? Nincsen már, ők meghaltak kb. Fú, de le vagyok maradva. Amíg vásárolgattam, addig nem néztem semmit. És írogatja, hogy Csabus a kopi. Lenémítottam. Rendi vagy. És akkor egy piros van még életben? Igen, egy piros. Noob csapatnak hála nyert a gyáva oroszlán. Király! Kinyírtam, mint a szart. Ha, ügyes vagy. Széttértem. Jó, de azért rövidíteni szabad, nem fabrik, az még kimondható. Persze, általában úgy fabnak, vagy fapnak, P-vel, vagy B-vel. Fab. Nem, fab P, vagy fab B. Aha, persze.
Avagy fabrik. Tehát ez volt a Bed Wars fabrikkal. Te fabrik, mint tapasztalt játékos, mint a játék mestere. Hogyan értékelnéd az én játékomat, vagy képességeimet, vagy nem is tudom, teljesítményemet, igen, teljesítményemet. Kezdésnek nem rossz. Jaj, Hihető. Istenem. Egyébként ez a Bed Wars a Rising Empire szerveren van, a leírásban természetesen ott lesz minden info, fabrik magántelefonszáma is, úgyhogy lehet őt keresni. Így van. Ezt nagyon kélyesen mondtad. Jót játszottunk. A kézikönyv óvjon. Sziasztok! Nézzek, körülállnak. Oké. Igen. Igen, beírom nekik, hogy tudják. Megy a videó. Így. Rejzgatnak. Ráizgulnak a macskára. És ráugranak, hát sírok. Aj, francová. Ez csak kihívás nekik alatt. Ej! Ennyi. Nem hagynak békén téged, nem hiszem el.